Hamarosan a Szövegtörzs néven alakuló közösségi stúdióról beszélgetünk. Előtte azonban nézzük meg, hogy mit gondolnak az egriek az influencerekről, és egyáltalán a közösségi média kommunikációs kultúrájáról. Lássuk a bejátszót. Átalakult a világ ahhoz képest, mondjuk amiben én ugye beleszülettem, vagy gyerekkoromban felnőttem, úgyhogy átalakult értelemszerűen a kommunikáció is. Tehát azt gondolom, hogy a mai világban, hogyha most üzleti szempontból közelítem meg, sajnos már anélkül, hogy ezeket a platformokat használnád, nem igazán tudsz érvényesülni. Tehát az tud, aki olyan terméket mondjuk értékesít, gyárt, szeretne eladni, aminek a végfelhasználójával kommunikálnia kell, ahhoz mindenképpen használnia kell ezeket a platformokat, tehát enélkül nem lehet már érvényesülni. Alapvetően hasznosnak tartom a közösségi felületeket abból a szempontból, hogy beszélgetni egyszerűbb a távolabb élő hozzátartozóinkkal. A nagyobb videó megosztó oldalakon követek hasonló tech informatikai csatornákat, gémereket. Nem éppen hasznos, de az időmet leköti, hogyha épp nincsen más dolgom. Alapvetően igen, nézek ilyen unboxing videókat, meg teszt videókat. Szerintem sokat segít azon, hogy eldöntsem, milyen terméket válasszak. Szerintem leginkább a fiatalokra, tőlünk sokkal-sokkal fiatalabbakra. Az már más kérdés, hogy mennyire hallgatnak rájuk, és mennyire a szüleikre. Ezt leginkább otthon. Hát ezt a szülőknek kell elmondaniuk a gyereknek, hogy mennyire követendő példa, amit mutatnak ezek az emberek. Igazából így a közösségi oldalokon, Instagram, TikTok, így folyamatosan követek influencereket, és szinte ilyen minden témában vannak, amik így érdekelnek. Szerintem, amit csinálnak, munkát, amiben az erőjüket belefektetik, az nagyon jó dolog, mert el tudják mondani a véleményüket másoknak, és ezáltal a nézőközönség jobban betekintést nyerhet egy termék mondjuk használatába. Egy új izgalmas projektbe kezd az EGRI újságíró egylet a Labor Egyesülettel közösen. Szövegtörzs elnevezésre egy olyan közösségi stúdiót indítanak, amely lehetővé teszi, hogy az egyén vagy kis közösségek hallassanak magukról a civil újságírás eszközeivel. Erről a fantasztikus kezdeményezésről és ötletről beszélgetünk vendégeinkkel, Vej Zoltánnal, az EGRI újságíró egylet elnökével, és Pogonyi Mártonnal, aki podcaster. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a hívásunkat. Hát közösen megnéztük ezt az előbbi bejátszót, akkor erről beszélgessünk néhány mondat erejéig, hogy kinek mi jól a véleményre. Az egriek az influencerkedést? Vagy a bejátszót? A bejátszót? A bejátszóra elhangzott. Ja, hogyne. Hát persze, hogy valamit látnak, mint ahogy ez nem egy homogén dolog, tehát én nem hiszem azt, hogy valaki ránéz mondjuk egy PIF reklámú is, vagy ilyen képregény újságra, akkor azt gondolja, hogy na, ez a könyvnyomtatás ide jutott, mint ahogy a Károl Biblia sem azt jelenti, hogy ez a könyvnyomtatás, ez egy teljesen összetett dolog. Vannak bugyuta influencerek, vannak iszonyatosan blőd TikTok videók, és vannak tök jók, amik 10 másodpercben is nagyon ütősek és velősek is. Márton, te hogyan fogalmaznád meg azt, amit a kisfilmben kérdeztek az utca emberétől? Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy kinek milyen véleménye alakul ki az influencerekről és a közösségi médiáról, az teljesen az egyén megítélésétől függ. Ha valaki nyitottabb az újdonságokra, akkor sokkal könnyebben találja meg azt, amit őt érdekli, de ugyanakkor fontos az, hogy tudatosan fogyassza ezt az embert, mert könnyen belefuthatunk ilyen blödségekbe, amiket Zoli is említett. Igen. Van ez a fontos mondat, hogy hallassanak magukról a kis közösségek. Ez ön szerinted mennyire fontos ez most 2021-ben? Hát idén a vírus helyzet miatt a
közösségeknek a tagjai sokkal távolabb kerülnek egymástól, és itt jön képbe a közösségi média, aminek most különösen nagy szerepe, hogy összekösse az embereket, és ez egyébként is egyik feladata. És a kis közösségek tagjai az interneten, ugye videókon, TikTokon, közösségi oldalakon keresztül sokkal könnyebben találják meg egymást, és tudnak egy olyan témáról beszélgetni, ami ugye a közös érdeklődésüket jelenti. És akkor ezt egy kicsit tovább gondolva, hogy tehát egymással is kommunikálnak, de a mi célunk az, hogy egy kicsit meg is tudják mutatni magukat. És hát ehhez pedig nyilván az a válság, amit mindannyian átélünk. Tudom, ti nem, mert nektek iszonyatosan jó a fizetésetek itt a tévében, de hogy a média nyilvánvalóan már a mainstream média válságban van. A válságban van a televízió, a rádió gyakorlatilag megszűnőben, a print sajtó az megszűnőben. Tehát egy csomó válságjel van, mert hogy áttevődött a kommunikációs csatorna az online térbe, és ott teljesen új formák jelentek meg. Értelmezhetetlen formák, tehát nincs meg a kultúránk ezeknek a fogyasztására, és azt látjuk, hogy például ezek a kis közösségek ki is szorultak ebből a kapálódzó mainstream médiából, tehát általában egyszerűen nem férnek bele, már az akciórádiuszuk miatt sem, már a médiáknak az akciórádiusza miatt, mert hogy egy 10-15 fős kis közösség, egy tarokkör, vagy egy kertészklub, nem tudom, az nyilvánvalóan ma már egy mínuszos hírt sem ér ezekben a központilag szerkesztett, és ugye a hatékonyság és a költséghatékonyság miatt ugye leszorított költségvetéssel működő médiumokba. Tehát ő nekik akarunk mi most. Ez volt az alapkoncepció. Igen, tehát ez az új... Hogy ők megmutathassák magukat. Milyen segítséget kapnak, akik ide fordulnak, vagy beszélj egy kicsit a... Bejönnek mondjuk Marciék, ők podkekszerek. Elnézést, igen, ezt a nagymamám is nézi ezt a műsort, és biztos vagyok benne, hogy nem fogja tudni, ez mit jelent. Ezt leírnád nekünk néhány mondatban, kérlek, hogy ez mit jelent pontosan, ami te vagy? A podcast az legjobban egy rádióadáshoz hasonlítható. Választunk egy adott témát, amiről én és... Imi nevű barátom beszélgettünk egy olyan 30-40 percben, és ez kerül ki YouTube-ra, és az olyan podcast szolgáltatókra, mint például a Spotify, az Apple Music, ahol ezeket... Ezt a nagymama miatt mondjuk. Igen. hogy hol, tehát oda beloggol, és akkor ott pár el is ér. Akkor már menni fog neki. És mi Podkex néven vagyunk megtalálhatóak, és... minden egyes érdeklődési körnek, a kertészeknek, ha már ez a példa volt, gamerek, filmes, és minden egyéb témáról vannak külön-külön podcastek. Mi is olyan témákat igyekszünk szemezgetni magunkat, amik minket érdekelnek, és tudunk róla beszélni, és esetleg plusz információkat átadni a nézőknek, hallgatóknak. Akkor térjünk vissza a stúdióra, meg Bori. Hát akkor bejönnek, igen, mondjuk Marciék, ugye? Tehát ők azt mondják, hogy figyeljetek, mi gamerek szeretnénk lenni, és beszélünk a legújabb programokról, játékokról, nem tudom mikről, és akkor mi azt mondjuk nekik, hogy hú, ez baromi jó, gyertek ide, és akkor elmondjuk nektek, hogy működik ez a stúdió. Akkor mi nagyon csodálkozunk, hogy ők hamarabb elmondják nekünk, hogy működik ez a stúdió. Igen, és akkor hát ez egy olyan 5-10 perces képzés, és akkor elvileg van egy viszonylag nagyobb lélegzetvételük, hát nem mondom, hogy képzés, de egyfajta szemléletformálás, hogy egyáltalán az újságírás, az újságíró etika, a kommunikációs minimumok, azok úgy hogy néznének ki. Tehát, hogy tartsák maguk a szemük előtt a felvilágosodás eszméit, a haladást, a tényszerűséget, a tudományosságot, másokat ne bántsanak öncélúan, közcélúan persze lehet, de öncélúan semmiféleképpen nem, az emberi méltóság tisztelete, stb. Stb. Tehát olyan alapvető dolgok, amik egyébként néhány éve, vagy egy évtizede még nem voltak kérdés, hogy be kell tartani. De ma már ugye tudjuk, hogy pont ez kezdte ki a társadalom szövetét, ugye, hogy ez az új médium, ez gyakorlatilag gátlástalanul rontott rá a társadalom különböző rétegeire, és terjesztette el a fake news-okat, ugye az összeesküvés elméleteket, a Balaton tagadástól kezdve a laposföldön át mindenféle
sületlenségig, és mi azt szeretnénk, hogyha ők mondjuk betartanák, mondom, ezeket az alapvető néhány száz éves a felvilágosodás óta elfogadott eszméket, de ez nem olyan, nem esik nehezükre egyébként. Tehát én úgy látom, hogy egy egészséges, normálisan gondolkodó embernek ez abszolút nem okoz nehézséget, és akkor ők ezt megcsinálják, és hírt adnak magukkor, hogy kapnak egy kulcsot. Tehát arra a kérdés, hogy kik használhatják a stúdiót? Bárki. 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 Ez a válasz, ez a válasz, hogy bárki. És akkor ugye mi nyertünk egy pályázatot, ez a Civic Europe-nak a pályázata volt, ez egy német alapítvány, az ő segítségükkel rendeztük be ezt a stúdiót, és hát itt az a elképzelés, hogy most egy éven keresztül meghívjuk Magyarország vezető influencereit, tehát az úgynevezett nagyágyukat, az ilyen milliós elérésű, mert vannak már ilyenek is Magyarországon, influencereket, profi újságírókat, és nem mi akarjuk megmondani, hogy kiket hívunk, hanem az a közösség, ami alakul ebben a... És ők tudnak gyakorlati segítséget is adni. És ők abszolút, igen, vagy elrettentő példaként szolgálnak, mert az is jó. Marti, te középiskolás vagy, hogyan fér bele egy az idődbe, hogy a szövegtörzs projekthez is csatlakoztál? Hát igazából ez a projekt úgy néz ki, hogy mi találjuk ki magunknak, hogy ugye milyen témában szeretnék, milyen formában feldolgozni az adott témát, és mi is osztjuk be magunknak az időt. Tehát mi hát a podcastünkkel igyekszünk heti adásokat gyártani, de igazából szerintem könnyedén beosztható ez az iskolai időbeosztás mellett. Egy felvétel olyan egy délután belül időigényes folyamatnak nem mondható, tehát egy óra alatt fel lehet venni egy adást, és akkor még utána van vele egy kis utómunka, vágás, amit szintén be lehet osztani a hét többi napjaira. Gondolom megkapod otthon, hogy amíg az tanulás rovására nem megy, addig nyugodtan. Igen. És ha jól tudom, van némi jutalmazási rendszer is. Igen, tehát ugye az a jó ebbe a projektbe, meg hogy németek vannak mögötte, hogy mi azért 40 ezer forintos díjat minden hónapba ki tudunk osztani a legjobb termék. Ezt hogy fogják mérni? A legnézettebb? Vagy nem, ha eldöntöm. Nem, ez nem egészen így van. Van egy board, ugye az egész projektnek van egy vezetősége, és akkor meghallgatjuk, megnézzük, elolvassuk, ugye, mert azért itt háromféle médiumról beszélünk, a blogokról, a vlogokról, tehát a videós blogokról, és a podcastekről, a hanganyagról. És akkor eldöntjük, hogy melyik volt szerintünk a legizgalmasabb, a legérdekesebb, és tényleg nem függ attól, és valaki egy órás mély interjút csinált valakivel, vagy csak egy 5 másodperces TikTok videót, lehet, hogy azt fog nyerni. Levi nagy TikTokos, beárulom őt. Igen, én már rátaláltam erre, illetve gyerekem. Jó, oké, ez egy. Helyileg hol található ez a stúdió? A laborban, tehát az Erzsébet udvari, igen, a labor épületében, ott kaptunk egy kis kuckót a laborosoktól, és hát ott. Várunk mindenkit, illetve hát a szövegtörzs.hu-n lehet elérni, még egyelőre építés alatt van az oldal, de már lehet olvasni a leírását, illetve az infokukat szövegtörzs.hu-ra pedig várjuk az e-maileket és a jelentkezőket. És lehet időpontot foglalni. Lehet, hát persze, találkozunk, és hát mondom, az időpontot végül is mindenki magától foglalja, mert hát Marcék is úgy jönnek be, hogy mondják, hogy beszeretnének menni, és akkor elvileg most már a beléptető rendszer is elkészül, tehát kódokkal, biometrikus azonosítással, nagyon kemény high-tech cuccokkal lehet bejutni, és kijutni is. És kijutni is, igen. Köszönjük szépen Vej Zoltánnak, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezt, és Pogonyi Marcinak is, hogy itt volt, és jó munkát, sok sikert. Köszönjük szépen. Minél több követőt és igyekszünk. Sikert a podcastokkal. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És köszönjük. Köszönjük.